Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. A zöldmezes ferencvárosiakon nem érződött a péntek esti túlóra, épp csak útjára indult a korong, már is a Brassó hálójában kötött ki, Fejl Arnold higgadt megoldása után. A jó iromú mérkőzésen a hazaiak voltak fölényben, több akciót vezettek ellenfelüknél, így nem csoda, hogy újból betaláltak. 4-4 ellen Barabás Miklós lövése után a kapuvasról vágódott a korong a hálóba. A harmad hajrájára mindkét csapatból szép számmal kaptak extra pihenőt a játékosok a játékvezetőtől, de a kiállítások adta létszámfülényt egyik csapat sem tudta gólra váltani. Majd amikor ismét 5-5 ellen játszottak, jött az újabb Fradi gól. Bár a találatot Bovi Davisnek adták, az szinte biztos, hogy egy brassói játékosról került a hálóba a korong. Három lóra mentetek az első harmad után, nagyon megnyomtátok az elejét. Tervszerű volt, vagy a Brassó engedett ennyit? Nem úgy gondolom, hogy mindig meg fel kezd játszani ezt a játékot, és ezért is értetetlen, hogy a második harmadtól kezdve mi történt a csapattal. A második harmad közepén többször is kettős emberelőnyben próbálkozhattak a brassóiak, de így sem sikerült betalálniuk, sőt egy gyors kontrát a Fradi zárt lövéssel. A 15. percben a brassóiak megmutatták, hogy pénteken nem a semmiből ütöttek 6 gólt, egy palánkról visszapattanó korongot Adorján kotort be a kapuba. No, de a Fradi sem véletlen nyert pénteken, és vezetett ezen a meccsen 3 góllal. Mindkét oldalon egyel kevesebben voltak a jégen, amikor Mehragin nagyszerű egyéni produkciója már a 4. Fradi gólt jelentette. A harmadik harmad pörgősen indult, majd az 5. percben Petres köszönt be Budainak. Ezzel csak elkezdődött a hazaiak rémám, amivel alig 3 perccel később Elekes egyre csökkentette a brassóiak hátrányát. Összetört a Fradi, zavartal játszottak, így újabb 1 perc után Tankó találata már a vendégek egyenlítését hozta. 2 harmad munkája veszett kárba, de jött az újabb fordulat, azaz Barabás második gólja, pontosan 1 perccel az egyenlítés után. Azt meg a Hofi nagyon jól berakta középre, behúztam és elment bőrbe. Egyre férfiasabb lett a mérkőzés, a vendégek is megérezték, hogy van keresni valójuk. 2,5 perc volt még hátra, amikor a brassóiak legrutinosabb hokisa, Elekes ismét betalált. A gólt ugyan vitatták a zöldfehérek, de Haszonics játékvezető hajtatatlannak bizonyult. A gól nagyon feldobta a második gól az egész csapatot, nagyon jó munkát végzett mindenki, érezte a győzelem lehetőségét, mindent megtett a győzelemét. Láttuk, van 10 perc, mondjuk mindent kiadunk magukból, hogy hozzuk vissza a meccset. Jöhetett a hosszabbítás, de eredményt nem hozott a 4-4 elleni játék, maradt a döntetlen, és csak úgy, mint pénteken, jöhetett az újabb szétlövés az erzsébeti csarnokban. Az első 3 rávezetésből 1-1 gól született, mindkét oldalon így folytatódhatott a párbaj. Végül az 5. körben a brassóiak legjobbja, Elekes Levente eldöntötte a meccset. Megnyert meccs volt ez. Igen, ahogy mondod. Úgyhogy, és még volt egy csomó helyzetünk. Az a támadójáték kritikája, nem tudunk gólt lőni elől. És utána jöttek hátul a hibák, és ez a vesztünket okozta. Mindenképpen meg kell azt említenem, hogy a kritikán aluli bíráskodás vezetett ahhoz, hogy elfajuljon ez az egész helyzet. És a csapat tartásának köszönhetően, és a fiatalságnak köszönhetően, és a fizikai felkészítőnek köszönhetően visszahoztuk a meccset. 2 mérkőzés Magyarországon, 2 győzelem, pazar bemutatkozás a ligában. Hát igen, de még ilyen messze menő következtetéseket nem lehet levonni az első meccsekről. Pillanatnyi forma számít még az elején, de majd lesznek keményebb meccsek novemberben, októberben, majd a végén januárra rájátszásra oda kellene bekerüljön a csapat. Akkor fog kijönni ki az igazán jobbik csapat. Nagyon sok büntetés volt, és a folyamatos leállások nagyon lelassították a játékot a harmadik harmadban. Bármikor akcióba kezdett a csapaton, mindig valami büntetésbe csúsztak bele. Nagyon megkérdőjelezhető volt a bíráskodás, és ez visszatartotta az egész játékot. És az is igaz, hogy nagyon túlpörgettünk néhány játékost, és elfogyott az erőnk a végére. Úgy gondolom, hogy fejben voltak nagyon nagy hibák. Az egész mentalitása megváltozott a játéknak minden játékosnál, úgyhogy... Hát nem tudom, most nagyon össze kell szedni magunkat, és jövőt ezt ki kell küszöbölnünk. Hát fejbe is elfogytunk, meg nem tartottuk be azt, amit az edző mondott. A taktikai utasításokat nem tartottuk be, és ezért
ezért lettek az egyenlítő gólok. A brassói csapat tehát elégedetten vághatott neki a hazaútnak. Az első molligás hétvégéjüket két győzelemmel zárták, míg a fradisták felemás nyitányuk után jövő héten Miskolcon javíthatnak. Közös bennünk, hogy nyerni akarunk.